Üdvözlöm Önöket, Tóth Orsolya vagyok, a Városi Könyvtár munkatársa. A szarvasiaknak nem kell bemutatni Börcsök Józsefné háromszéki Erzsébet Esztert, aki Szarvason született, és élete jelentős részében a Haltenyésztési Kutatóintézet könyvtárosa és adminisztrátora volt. Zsóka néni kislány koromtól része az életemnek, családjaink jó barátságban voltak, rengeteget leveleztünk még papíralapon, később e-mailben. Sok emberrel levelezett rendszeresen, és ezek a levelek olyanok voltak, mint egy-egy beszélgetés. Tudtuk, hogy jó írói vénája van Zsóka néninek, a Macska magazinban is gyakran ír történeteket. Ma Börcsök Józsefné regényét ajánlom, melynek címe Ház trombita folyondárral. Már a címe is olyan, hogy az ember azonnal látja, vagy elképzeli azt a házat, amelyen magasra kúszik, kapaszkodik a cserje, és fürtökben lógnak rajta a hatalmas kürt alakú virágok. A könyv családregény. A folyondáros ház a szülői ház, ahol a két szülő három lányt nevelt fel. Ahogy ez lenni szokott, a három lány, Zsuzsi, Zsófi és Ancsa három különböző személyiségé alakult. Az ő bonyodalmas, elgondolkodtató, tanulságos életük bontakozik ki egy sokszor megható és egy nagyon szórakoztató napjainkban játszódó történetben. A regény szereplőit szerencsésnek érzem, mert szerető, gondoskodó, segítő légkörben élik a szokásos hétköznapokat. Vannak családi hagyományaik, amelyekhez ragaszkodnak. Fontos mindnyájuknak az otthonuk, a békeszigete, ahol az egyszerű fakerítés megszűrt minden feléjük irányuló ártó szándékot. A két nagyobb lány már kirepült a fészekből, a legkisebb még a szülőkkel él, bár már ő is felnőtt. A regény egy évet ölel fel, mely alatt fenekestől fordul fel az egész család élete. Minden családban vannak sorsfordító események, de itt, mintha ebben az ominózus évben, amiről a regény szól, halmozottan történnének meg ezek. Még fel sem mocsudunk az egyik fordulatból, és már is jön a következő. Emiatt a könyv szinte letehetetlen. Könnyű azt érezni, hogy akár mi is lehetnénk egyik vagy másik szereplő ebben a családban. Jó is lenne, hiszen a szeretet és az összetartás sugárzik a könyv minden sorából. Börcsök Józsefné nem látta a regényét könyvformában, mivel halála után jelent meg. Több olvasótól kaptunk vissza pozitív visszajelzést a könyvről, kár lett volna, hogyha ez az íróasztal fiókban marad. Szeretettel ajánlom Önöknek! És most egy galériát nyitunk meg, legalábbis egy ideiglenest az Önök számára, mert hogy az idei évben több alkalommal találkozhattak vendégünkkel, aki egyébként iskolát is tartott, festőiskolát is tartott, tárlatot is vezetett, és nagyon komoly hagyománya van annak, hogy ő itt a városban kulturális eseményeket nyit meg, a neve egyértelműen kötődik ezekhez a kiállításokhoz, szerintem sokan kitalálták. A vendégünk, akit tisztelettel, szeretettel köszöntök, Rómer Ilona. Kedves Ilona, mindenféléről fogunk most beszélgetni, és gyorsan azzal kezdjük, hogy november 9-én megnyílt egy tárlat a Ruzicskai Alkotóházban. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Igen, egy évvel ezelőtt volt egy tervem, hogy Tesedik Sámuelnek az életét, művészetét becsüljük meg a művészet kapcsán, vagyis hát a művészetünkkel, és ennek kapcsán kitaláltam egy országos képzőművészeti pályázatot. Elmentem ugye az Esperes úrhoz, Lázár Zsolt rögtön mellé állt az ügynek, de a Kondor Béla is, úgyhogy ez a kiállítás az ő segítségükkel és az iskolának a segítségével jött létre. Az én ötletem alapján nagyon szép képeket kaptunk, és nagyon megtisztelték valóban Tesedik Sámuelt, mint lelkészt is, meg mint mezőgazdászt is. Ismerték az emberek az országban, és ezzel kapcsolatos képek jöttek. Voltak, mert vannak is ugye ilyen ruzicskai alkotások is, amelyekhez lehetett kapcsolni azokat a képeket, amelyek a pályázatra beérkeztek.
és a kiállítás úgy is lett berendezve. Lázár Zsoltnak nagyon jó művészi érzéke volt ebben, hogy tegyünk ki egy ruzicskai képet, és az ahhoz kapcsolódó pályamunkákat amellé rakjuk. Így aztán csoportosítva voltak ezek. Itt nekünk most ez az ideiglenes tárlatunk megnyílt, úgy az önök számára is kifejezetten izgalmas lenne, ha ellátogatnának a ruzicskai alkotóházba, neten meg lehet találni a nyitvatartást. És nagyon megköszönöm még itt is a Korbely Pistinek a segítségét, mert a zsűrizésben ő segített, mások is, de ővel ketten zsűriztünk, úgyhogy nagyon megköszönöm az ő lelkes munkáját, mert nagy segítség volt a számomra. És hát még nagyon sokan segítettek ebben, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, mivel hogy ott együtt van a reformációval kapcsolatos munkák, amik beérkeztek arra a pályázatra, és így aztán azok is méltó helyet kaptak, és nagyon szép a kiállítás. Azon kívül, amikor éppen hívtalak, hogy szeretnénk meghívni erre a rögtönzött kiállításra itt nálunk a stúdióban, akkor is egy tanítványodat szeretted volna segíteni, és ezért mi nagyon gyorsan befejeztük a beszélgetést, megbeszéltük ezt az időpontot. Tehát te ezek szerint itt folyamatosan tanítasz. Igen, művészeti iskolába is készítek fel fiatalokat, és hát az idősebbek meg nyilván, hogy azért járnak, mert szeretnének egy olyan én időt maguknak, amelyet értelmes dologgal töltik ki. Tehát erről majd egy kicsit fogunk tudni beszélgetni, hogyha gyerekek vannak, vagy hogyha felnőttek vannak. A kiállításról térjünk át a mesterekre, mert nyilván az ő hatásuk érvényesül abban, amit te azóta is teszel, és amilyen alkotások itt is összegyűltek. Ez van először a kezemben, és már is mondom, hogy 1993-ban egy nemzetközi rajztáborban, festőtáborban vettem részt, és nekem ebben akkori balatoni képeim vannak, ugye, mert én akkor ott éltem Hévízen, és akkor én a Balaton festője voltam. Ezzel ezt én már le is zárom, mert tulajdonképpen 1990-től jártam Budapestre, és Bakonyi Mihály volt a mesterem, az egyik, mert a másik Sípos Endre. Aha. És tőle tanultunk ilyen akvarellezéseket, ezt mutatom már is. Az első 5 évben, 90-től 95-ig csak akvarelleztünk. Aha. Ez az egyik, egy másik. Tehát ilyen, 5 éven ilyen keresztül akvarell volt a központi. Igen, mert tanította a komponálást, hogy például egy képen hogyan jelenjenek meg a sötét és a világos színek, mihol helyezkedjen el, ha van mondjuk középen egy sötétebb, legyen benne egy világos, mondjuk lehet kifele világosítani, és aztán hát itt is ugye mindenféle dolgokat, még szivacsal is beledolgoztunk, nem csak ecsettel, és ez is majd még most a beszélgetésünk tárgya lesz, hogy ez az akvarell festés is nem csak víz meg ecset, hanem sok minden más is lehetséges. És az, hogy ez a formáció így jön létre, hogy legyen a sötétben világos, és aztán a szélek felé legyen világosabb, ez megbontható? Lehet ez fordítva is, vagy ezt nem értem is? Ez fordítva is lehet, mert olyan is van, amikor kívül a körbe-körbe sötét, mint például munkát csinál az ásítóinas. És csak középen vannak a világos motivumok, az is nagyon jó megoldás. Ez egyfajta, tehát többféle tanított a mester. Aztán 94-ben jött Magyarországra először a koreai Beon Kung Soo nagymester, professzor, és tőle tanultunk akvarellezni. Először eleken, majd az ország különböző részén. Legtöbbször én voltam a tolmácsa, mutatok egy ilyen képet, mert ő nagyon szerette azért Magyarországon például a Balaton. És ő vele is nagyon sok balatonos képet készítettünk. Ez nyilván a déli partról a másik partot mutatja. Igen, igen. Nyugodtan ide. Ez a Fonyódi kettős kú. Aha, igen. Akkor viszont az északi partról. Akkor az északi partról. Aha. A Fonyódi kettős kú. És volt egy költőbarátom, a Simon Otto, ő azt mondta, hogy ez a föld felizgatott emlői. Aha, úgyhogy tehát a költőjén kifejezve föld a föld felizgatott emlői. Aha. Hát igen, valóban Fonyódi kettős kú. És aztán ettől a mestertől tanultuk, ugye, hogy hogyan lehet a sötét-világos ellentétet kihozni.
Ez egy óriási munka. Ma már azért nem szeretek ilyen nagy dolgokat festeni. Uh-huh. Nem szeretek ilyen nagyokat, sokkal kisebbeket, de hát például ő mutatta meg, hogy a rizspapírral hogyan kell dolgozni. A rizspapírt egy pálmafa ragasztóval kell feltenni, és azon még dolgozni, és ez akkor rizspapír? Így jön. Ez rizspapír van rajta, az, uh-huh. az alap egy akril, uh-huh. akvarel, uh-huh. és rajta van a rizspapír, amit egy kicsit még megdolgozunk, de hát ez csak egyfajta megoldás, hát milliónyi megoldása ha van ennek. Ha szeretnél beszerezni eszközöket, illetve papírokat, akkor hát ilyen rizspapírt Magyarországon nem nagyon, illetve amik kaphatók nem olyan jó minőségűek, mint amit ő hozott Koreából. Uh-huh. A Koreából hozott, és abból lehetett tőle vásárolni, ecseteket is, meg mindent hozott ennek magából. Ennek az alkotásnak mi a neve? Hát ezek rózsák, őszi rózsák. És akkor a nevedet azt látom. Igen. De a címet nem szokszállatni. Ősz. Ott a cím is? Ott? Ősz. Aha. Jó, hogy megkérdeztem. Most ősz van. Tehát, hogy rizspapír nincs Magyarországon. Hát nem olyan minőségű. Mondjuk én nem találkoztam vele, csak aki kapott, mondta, hogy hát az nem olyan, mint a koreai. Uh-huh. Mert az ott élő cserjéből készül. Van ott egy cserje. Németül lehetett ugye vele beszélgetni. És ahogy magyarázta, akkor én ezt úgy értettem, hogy az ott élő cserjéből, mint ahogy a papírt is itt Magyarországon a fűzítő, lábatlan fűzítőn, ahogy gyártották, ugyanúgy gyártják, csak abból a különleges cserjéből, ugye különleges anyagok vonódnak ki, és azok benne maradnak annak a rostjai a papírban, és ettől olyan gyönyörűen modulálható a kép. Aztán most én elmondanám, hogy nyáron elhatároztam, hogy mint munkácsi, én Az akvarelben egy olyan témát választok magamnak, ami egy állandó, például egy szarvasi embernek a szarvasi bevikert. És igaz, hogy már én nagyon régen a fák szerelmese és festője vagyok, de most valahogy úgy ráéreztem arra, hogy kell egy helyet is találni hozzá. Hogy van egy olyan hely itt szarvason, helyben, ahová sűrűn kijár az ember. És örökítsük meg akkor azt a dolgot, amit mi nap mint nap, amivel találkozunk. És ez volt nekem a pepikert. Igaz, hogy régen is mindig készítettem vázlatokat, hát ilyen vázlatfüzetem, mint ez is, aki nekem rengeteg van, tehát régen is készítettem vázlatokat. Például, ha van egy mondjuk egy ilyen grafika vázlatom. Egy kicsit döntsd meg, úgyhogy látható legyen. Én, hát ez grafika vázlat, ez nem látszik, de például egy ilyen vázlatból akár egy kis részletet kiragadva már is lehet akvarell képeket készíteni. De hát aztán ebben nagyon sok akkor táncos. Kérdeztem az előbb, azt még a nézők nem hallották, hogy úgy kell elképzelni téged, hogy kimész a helyszínre, fölállítod a festőállványt, és aztán ahogy a filmekben úgy festegetsz, igen. Vagy pedig fotózol, hazamész. Igen, így is, úgy is. Alapján. Mert én tulajdonképpen, én is a tanítványaim, mi plenner festők vagyunk. Amikor van nekem a nyári táborom, akkor mi kiülünk, és akkor ott a helyszínen festünk képeket, mint például ezt is, ugye? Csak az a pepikert. Ez a pepikert. Uh-huh. Csak ugye nem nagyon látszott. Sok zöld van benne, és a zöldet látszik, nem látszanak. Nagyon sok. Ott ültünk, kimentünk a férjemmel egy alkalommal. Viszont rengeteg fotót is készítettünk, és aztán a műteremben a fotóknak alapján is dolgozom. Jött ott egy nagy csoport, leültek, és az egyik hölgy még ott sétált, és én fotóztam őt, mert nagyon megtetszett, hogy egy kalapban, egy hátizsákkal, és ahogy látta, hogy fotózok, azonnal úgy félreugrott. Jaj, mondom, hölgyem, ne haragudjon, én pont magát szerettem volna lefotózni, hogyha megengedi, és modell lenne nekem, én szeretném önt így megfesteni itt ezen az úton. Hogyne, boldogan, akkor odaállt, és akkor még ki is húzta magát meg ott, hát ugye ő, mint egy modell, és csináltam róla egy fotót, a padon, akik ültek a társai, ugye hatalmas nagy busszal jöttek azok oda. Hát azok nagyon irigykedtek rá. Jó, hát ő most modell lesz egy festményen. Csináltál máskor is ilyet? Volt, amikor szoktam. Modellt választottál? És, szoktam. És olyan volt, amikor azt mondta, hogy nem szeretném. Nem, általában szeretik az emberek. Most például aztán átmentünk onnan,
átmentünk a papikertből. Szép zöld. Hát ez a zöld nem látszik. Igen. Mindegy. Átmentünk a Maket Parkba, és ez a két fiatal segített, mert esett rettenetes az eső, és nem tudtuk a kaput kinyitni, és akkor segített nekünk. Mondom, figyeljetek ide, én csinálok rólatok egy festményt, ahogy dolgoztok. És ők olyan boldogan elkezdtek ott dolgozgatni, hát én meg is festettem őket. Na például ők is szívesen vállalták. Hát ez ide bekerült, ez a kép, meg ez is, na hát ez se fog látszódni akkor. De, ezek bekerültek ide. Ez szerintem teljesen jól látható. De ezek nem éppen a Pepikerthez kapcsolódnak, mert ezek ott a kompnál vannak fotózva, a keresztlányomnak a fotói alapján készül. Nagyon ügyes fotós a keresztlányom, ő katonai ügyész Budapesten, és nagyon jó fotós. És eleve jól megkomponálni, mert egy fotót is meg kell komponálni, ugyanúgy, mint egy képet. És olyan gyönyörű fotókat készített, átküldte nekem, és megengedte, hogy annak alapján én festményeket készítsek is. Itt is sok a zöld, de azért az, hogy a víz van a háttérben, és ez éppen egy kidőlt fa, és a közösségi oldalon. Igen, a tanösvényen, ahol mentek, 3,5 kilométert végig sétálták, de mondta, hogy nagyon megérte, mert gyönyörű volt ott fotóz, és ott sajnos a vihar megtépázta ezt a fát, és nagyon sajnáltam azt a fát, azt azért festettem meg. Ez egy randevó a Pepikertben. Aha, igen, ebben is rengeteg zöld van, és ez is egy új alkotásod, nem az is született. Egy új alkotásom. Na most a pávához csináltam külön fejet, csak a fejét mutatom, meg csak a tollát, csak a tollnak a mintázatát. Hát ez tényleg nem látszik, viszont hát itt nem. A páva maga, itt a páva teste. Igen. És azért van rajta ezen a műanyaglapon, hogy ezt is mutassam, hogy amikor kétféleképpen lehet akvarelt készíteni, van a száraz és van a vízes akvarel. Amikor száraz akvarelt készítünk, mint ez is, akkor körbe le kell ragasztani. És a száraz akvarelnél bármikor lehet rá dolgozni. Na most én azért nem szedtem ezt még le, mert ez még nincsen kész tulajdonképpen, mert én úgy szoktam, hogy csinálok róla egy fotót, és megnézem a fotón. A fotó megmutatja a hibákat, hogyha valami probléma van azzal a képpel. Vagy pedig tükörbe kell megnézni. Ha tükörbe nézzük, meg szintén kijönnek a hibák, mert ugye ellenkező irányból jobban észreveszünk. Mi a hiba még, vagy mi hiányzik? Itt az a probléma, itt a komponálás szempontjából, ez gyönyörű ez a páva, és hófehér a tolla, az addig oké. Okay. De ha már egyszer nem fotó, hanem egy festmény, akkor annak érvényesülni kell, hogy a kompozíció szempontjából nekem itt a tollait egy picit sötétebbre kell venni, mivel lent helyezkednek el. Hogyha ez mindenütt ilyen egyformán fehér, akkor tulajdonképpen az egy függőleges fehér fal. Ahhoz, hogy én érzékeltessem a térbeliséget, még akkor is, ha fehér, nekem itt egy sötétebbre kell venni. Hát egy olyan kékes lilás szürkével, még hogyha belemegyek, akkor gyönyörű szépen ki tudja teríteni a térben ezt a... Úgyhogy ezen még dolgoznom kell. Ezt érdemes a száraz eljárásnál így megtartani. Na most szoktam azért fotók alapján, például a dr. Jakab Gusztávnak volt az egyik könyvét, ugye én megkaptam a polgármester úrtól, és vannak benne például gombák, és én nekem ez nagyon megtetszett ez a gomba, ezt még senki nem látta, ez egy gomba, ez dr. Jakab Gusztáv fotója, alapján készült ez kép. Ez gomba. Ahogy elnézem. Ez a géva gomba. Én is úgy gondolom. Hát akkor ennek és... valahogy így kell állni, nem? Vagy így? Mert hogy a géva gomba ez így, nem függőlegesen. De nem, ez így nőtt. Aha. Hát ő legalább világos, ezt fotózta. Doktor úr így fotózta. Világos. A tanár úr. Aha. Így fotózta le, és hát gondolom, mert készítettem más képet is az ő fotója alapján, és mondta, hogy ha a nevét megemlítem, akkor nyugodtan én készíthetek erről. Hát ezek ugye őszi levelek, hát ezeket csak azért írtam meg, gondoltam, hogy esetleg látszani fog, de nem látszanak. De ezek sem. De. Kicsit. Ez például platán levél, úgy látom, meg ez is platán. Igen. Jaj, nagyon szeretem a platánt. Annak a fáját is. Mert azért sokszor én így ilyen természetes módon készítem el a képeket. Na, ez meg még üveg is ráadásul. Nem baj. Egy téli táj, csipke bogyóval. És van, amikor ugye
ilyen természetes módon megfestem, vagy mint a pávát is, hogy mindenét tanulmányképpen megrajzoltam, megfestettem, utána egy kicsikét az érzéseim elszabadulnak, és akkor átmegyek absztraktba, és ugyanabból a témából egy absztrakt képet is készítek. Úgyhogy ez többször előfordul velem. És a kép kompozíciója miért pont így alakult ki? Itt van ugye jobb alsó sarokban maga a csipkebogyó. A sok-sok fehérben ez a piros csipkebogyó, éppen oda vonza a szemet, meg éppen a színegyensúlyt megtartja. Tehát nem olyan ez, mint a mérlegnek a két serpenyő, hogy ugyanannyi súlyban a fehérnek és a pirosnak ugyanannyinak kell lenni, mert a piros egy festménynél sokkal nagyobb súlyú, és az óriási nagy fehérben, ha csak egy picike kis pirosat oda teszünk, az már is eluralkodik, és a szín egyensúlyt megtartja, mert a színegyensúly az nem egy mérleg, hanem az egy harmónia, egy érzés, és gondolatokat fejez ki. Mert ugye a festő az a színeivel gondolkodik. Itt ez úgy látom, hogy egy havastáj, tehát... Igen, ez már téli. Régen lehetett. Ma is esett a hó. Igen, szállingózott valóban. Ez tavaly télen volt. Aztán majd most jön az eső. Drága Ilona, visszahaladtunk. A végén beszéljük meg azt tehát, hogy lesz kiállításod tavasszal a Pepi kertben. Igen. Lehet tőled vásárolni gyöngyös gobleneket, ha megkeresnek téged a neten, és akkor fogadod is, aki szeretné megnézni őket, tehát otthon a lakásodban? Hát eljöhetnek, megnézhetik. Nyilván megbeszélitek előtt az időpontot. Uh-huh. És akkor ezek a tervek mostanára, hogy töltitek a karácsony drága pároddal? No, mi nagyon egyszerűen csak otthon, családon belül. Nem szoktunk elmenni sehová, meg a szilvesztert is mindig a családon belül töltjük. Meg jövő nyárra vannak terveim, mert én jövő nyáron több afarel kurzust fogok vezetni. Az egyiknek megvan az időpontja, még azt is tudjuk ki, hol fog aludni, melyik ágyon, mert a Gabriel pihenőházba leszünk, és ott már megvan nézve, melyik ágyon ki fog aludni. Meg az időpont, minden meg van beszélve, úgyhogy ilyeneket tervezek. Egy másik ilyen üdülőházat is néztem, tervezzük, oda még nincsenek meg az emberek, de biztosan oda is jelentkezni fognak, mert nem szeretnék most már én sok emberrel foglalkozni egyszerre, csak kis csoportos foglalkozásnak mondjuk, amikor 5-6 emberrel foglalkozom egyszerre. Mert én nekem most már ugye a koromnál fogva ezt, hogy egyre fiatalabb vagyok, megengedhetem magamnak, hogy ugye kevesebb emberrel, egy-egy emberrel többet foglalkozzak. Na hát, Ilonám, mit kívánjak neked erre az esztendőre és a jövőre nézve? Mondjuk derűs napot, derűs hetet és derűs életet. Ezen kívül minek örülnél? Én mindig azon igyekszem, hogy ezekkel a képekkel jó hangulatot fokozzak az embereknek. Most ma délelőtt olvastam, vagy hallottam egy ilyet, hogy vannak emberek, akik azon dolgoznak, hogy hogyan tudnak bennünket szegényé tenni, meg éhező emberekké tenni, meg ilyen a politikával. Nem sokat foglalkozom, de muszáj vele, mert azért, hogy benne élünk a mindennapokban, tehát a gazdasági élettel is foglalkozni kell. De én úgy vagyok vele, hogy mindenki azzal foglalkozna, hogy a másik embernek örömet okozzon valamivel. Én, ha egy-egy képemmel vagy festményemmel örömet okozok, jó hangulatot okozok, és ugyanezt csinálná másik ember is, akkor azért nem ott tartanám most, ahol tartunk. Ezt kívánom mindenkinek, hogy mindenki lelje meg az örömét a munkájában, mint én is, amit csinálok, és okozzon ezzel másoknak is örömet. Hát ez, mint végszó, tökéletes végmondat. Akkor kívánom, hogy legyen így neked és a kedves nézőknek. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Szeretettel várunk vissza, és a kedves nézőket ugyanígy. Szép és kedves hölgyeim és uraim, köszöntjük a képernyők előtt önöket, és itt már majdnem azt mondjuk az ország egy részében, hogy igaz a mondás, hogy megjött András fehér lovon, mert imitamot elindult a hóesés Budapest környéken a nap folyamán. Ezzel együtt Isten éltesse az Andrásokat. Visszatérő vendégem a stúdióban Dósa Zsuzsa, igazgató asszony. Üdvözlöm, köszönöm szépen, hoztál magaddal a muníciót, úgyhogy már bele is csapunk.
December 17-e különleges esemény, hiszen akkor érkezik hozzánk a csodálatos betlehemi láng, és ez már hagyomány. Igen. Ezt te jobban tudod nálam szerintem, hogy ez hány éves hagyomány? Hát ez még visszanyúlik a betlehemi láng érkezése a millennium esztendejére, még Volda volt Réti apától ténykedése idején, de akkor nem így az adventi időszakban pontosan, hanem talán legelőször a millennium idején a két ünnep között, akkor is nagyon szép, és akkor a város. Engem ez mindig érdekelt, mert ez egy olyan különlegesség. Pontosan. Ez annyira különleges, én hogy megmondom. Hogy a gyertyagyújtásra meg tudja. Én megmondom őszintén, hogy én ezzel akkor találkoztam először, amikor ide kerültem, igen, 2004-ben Szarvasra, és már akkor csodálattal töltött el. Csak sose tudtam ennek a történetét. Igen. Valahogy úgy alakult, hogy, igen. De köszönöm szépen, azt gondolom, hogy akkor sokan tanultunk most valamit, és kaptunk egy kicsit közelebbi információt erről. És aztán van egy apró... Hát a bécsi cserkészek indították. Azon, ez, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon régi hagyomány. Igen, nagyon-nagyon. Hagyomány teremteni jó, ugye? Pontosan, jó. Nagyon-nagyon klassz. Mikor az ember létrehoz valamit, amiről azt gondolja, hogy rendszeresen lehetne csinálni, igen, akkor azért titokban ott a kis hátul a fejecskében arra gondol, nekem is volt már ilyenem, arra gondol, hogy hát, ha ebből hagyomány lesz, és ez majd akkor is élni fog, amikor már pontosan mások csinálják ezeket a, ezeket a dolgokat, úgyhogy ez egy klassz, én mindig szeretem. És tényleg egy olyan jó élmény sor ez, hogy egyrészt az, hogy a kis mécsekbe hazaviszik a családi otthonokba a jelenlévők a lángocskákat, másrészt pedig nagyon sokszor megtiszteli Szarvas közösségét néhány vármegyei településnek, akár polgármesteri edzője, és akkor ők a saját településeknek. Igen, ez nagyon-nagyon-nagyon klassz. És aztán van egy icipici változás, ugye, most az az érdekessége ennek az idei évnek, hogy az utolsó advent az Szenteste napján a kettő találkozna, de biztosak vagyunk benne, hogy olyankor, mert tényleg mindenki inkább a családdal, szűk családi körben tölteni az ünnepet, és hangolódnának rá a következő három napra. Ezért az utolsó adventet felhívom mindenkinek a szíves figyelmét. December 23-án szombaton tartjuk meg, de elkészültek a csodálatos szórólapok. Igen, ezt akár ez kéz, igen, ebben minden részletesen rajta van, a kínálat, a program is részletesen rajta van, természetesen ezt így kézbe is foghatják, mert a város több pontján is elérhető, illetve bent a Cerinus Teátrumban elérhető, illetve az online oldalakon is elérhető, úgyhogy erről mindenki tud tájékozódni. Szerintem egy nagyon kellemes, kis varázslatos, áttekinthető nagyon programsor. Nagyon. A tizedikéről, mert ugye az egy nagyon bővített természetesen, program. Ott bővített program van, a tizedike, tehát plusz programokat kínálunk lényegében ezekhez az adventekhez. Igen. Tizedikén egy csodálatos koncertet, 4 órakor megtörténik a mi kis ünnepségünk, a közös szeretetbeli együttlétünk itt a Jászonnál, és utána 5 órától benn a Cervinus Teátrum nagy termében a Szolnoki Légierő Zenekar adventi koncertet ad, de ebben ez az izgalmas, hogy egy gyerekkórus is csatlakozik hozzájuk, illetve két művész is, énekes művész is csatlakozik hozzájuk. Itt felhívnám a kedves közönség figyelmét arra, hogy ez egy ajándék, ez díjtalan a belépés, de tisztelettel kérek mindenkit, hogy legyenek olyan kedvesek regisztrálni, mivel ugye a férőhelyek száma pedig annak megvan a felső korlátja, tehát hogy véges, hogy ne történjen meg az, hogy esetleg valaki nem tud bejutni erre az eseményre. Mondom, hogy már megindult jócskán. Megindult, már 200 fölött van a regisztrációk száma, úgyhogy telefonon, személyesen kollégák fölveszik, beregisztrálnak, és akkor mindenki biztonsággal be tud jutni a terembe, és meg tudja hallgatni ezt a csodás koncertet. És nem első alkalommal vannak ők itt, nem emlékszel rá, ugye, hogy nyár alkalommal igen, is tartottak már koncertet. Fantasztikus, zenei élményt kínálnak, és aminek nagyon örülök, hogy az utóbbi időben elég sok koncertünk van, különböző műfajokban. Hiszen, és Molnár János Karnagy úr pedig egy különleges személyiség. Igen, úgyhogy ez az egyik. Majd utána a 17-i napra is felhívnám a figyelmüket, mert ott nem előtte, hanem utána, nem utána, hanem előtte történik esemény, hiszen délután
A Karácsonyi Csillogás címmel a Mozgáskorlátozottak Egyesületének a programján belül kínálnak műsort a Cerünsz Teátrum művészei, és már ez is hagyomány. Úgyhogy oda is sok szeretettel várunk mindenkit. Aztán, hogy így végig szaladtunk, vagy el... Akkor itt még maradjunk a mozgáskorlátozottaknál, hogy a hagyományos koalíciós jótékonysági vásárt, és akkor csinálják? Szerintem, ezt most én nem kérdeztem meg tőlük, mert hogy mi azt egyeztettük, hogy tehát mi kínáljuk az ünnepi műsort, úgyhogy szerintem érdemes lenne velük erről beszélgetni. De mindenkinek ajánlom figyelmébe, mert ez a úgynevezett az alcím, ez a mindenki karácsonya. Alcímmel fog ez létrejönni a Cerünsz Teátrumban. Előtte, és onnan kényelmesen, nyugodtan van idő mindenkinek kisétálni a templomhoz, a jászolhoz, és megünnepelni a harmadik átventet, és akkor érkezik, hogy a betlehemi lám is, tehát, hogy ott van egy szépen felépített, bensőséges programsora. Hát érkezik a Mikulás 5-én, és erről is teljesen részletes tájékoztatott szórólapokon, online felületeinken, Facebookon, tehát természetesen mindenütt találkoznak vele. Ennek van egy ilyen kis bájos gyerekeknek szóló szóróanyaga. 5-én délután 16:30 érkezik a Mikulás. Zenés Mikulás várás a Ramazuri zenekar kis koncertjével, tehát ebben van egy picike kis izgalom, és hát természetesen egy kis szaloncukorral, tehát a csodákat várjuk, és őszintén remélem, hogy mindenki már előkészített a cipőjét, csizmáját, hogy kirakja az ablakba, mint ahogy gyerekkoromban. Nekem azért hiányoznak ezek a kis varázslatok, tehát felnőttként is sokszor úgy jó lenne, hogyha ilyen csodás varázslatok van. Családi hagyomány volt, hogy mindenki nagy buzgalommal végszólt a kis bakancsát cipelnőjét. Igen, emlékszem én is a gyerekkori Mikulás érkezésekre. Nálunk az volt a bevett szokás, hogy édesanyám azt találta ki, hogy valahogy mi mindig lekéstük a Mikulás érkezését. Mi gyerekek valahogy soha nem csináltuk egészen jól, de mire kimentünk, az ajándékcsomagok ott voltak, csak a Mikulásnak sietnie kellett egy másik gyerekhez. Én erre emlékszem. Igen, és mondom, hogy egyszer már... Emlékszem, hogy azt mondtam magamnak, hogy jó, ne hozzon ajándékot, de várja meg, hogy találkozunk. Tehát ez volt az egyik nagy vágyam, hogy találkozunk. Na most itt a gyerekek találkozni fognak a Mikulással, ezt garantálni tudjuk. Tehát, hogy oda várunk mindenkit 5-én nagy szeretettel. És hát a programkínálat, programfolyam, az pedig egyrészt megszokott a Cerünsz Teátrum életében, másrészt pedig azt gondolom, hogy mindenki talál erre az időszakra kedvére valót, hiszen egészen a hónap utolsó napjáig, december 31-éig minden napra kínálunk eseményt, akár színházi eseményt, akár játszóházat, és itt is mindenkinek ajánlom a figyelmébe, hogy kis szórólap és plakátokon is, és online felületeken is, ugye egy ilyen havi programbontásban lehet informálódni, de természetesen személyesen a munkatársaink az infopultnál is nagyon szívesen adnak személyes információt. Köszönjük, hogy néztek minket, további szép esti órákat!